Ez az a zongora, amin Liszt Ferenc adott több koncertet Pécsen. A hangszer ma a Lővei gimnáziumban található. Az ünnepelt zeneszerző és virtuóz zongorista 1846. október 25-én magyarországi turnéja során Szitovszky János pécsi püspök meghívására látogatott a Baranyai megyeszékhelyre. Liszt pécsi koncertjeit egy a gyártól kapott Bösendorfer zongorán adta. A koncertek után Szitovszky püspök megvásárolta a hangszert, majd odaajándékozta a Miasszonyunk Zárda akkor még csak épülőben lévő iskolájának. A hangszerről később megfeledkeztek. Amikor államosították az iskolát, akkor egy időre eltűnt, vagy hát nem tudták, hogy ez az a zongora. És a 80-as években dr. Szabó Szabolcs, akkori karnagy fedezte fel, hogy ez a zongora sorozatszám szerint is az a zongora, amelyen Liszt Ferenc koncertezett Pécsett. Sajnos ma már nem lehet koncertet adni ezen a zongorán, mint Liszt Ferenc idejében, mondja a tanárnő. Ha ezt tényleg olyan állapotba hoznák föl, hogy lehet rajta zongorázni, akkor is minden héten hangolni kellene, ugyanis bécsi mechanikás, ami azt jelenti, illetve bécsi mechanikás és fatőkés, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag rendszeresen elhangolódik, és ezért nem lehetne olyan koncerteket adni, ami a mai közönségnek megfelelő lenne. Így egy muzeális érték a hangszer, ami egy zenetörténeti esemény részese volt. Ma egy tábla és egy fali kép emlékeztet arra a Lővei Gimnázium színháztermében, hogy ezen a zongorán adott koncertet a pécsieknek Liszt Ferenc 1846-ban.